kaptak egy kis fügykoncertet itt a bevonuláskor a játékvezetők, de hát ez benne van a szakmában. Valószínűleg már meg sem hallják a sípmesterek. Haranen császár. Jó passz. Ebből helyzet lehet. Mi az, hogy? És megvan a vezetőgól. Ez az ember előnye. Már nem marad kihasználatlanul. A Gyergyó pedig megszerzi a vezetést. Jól tartja meg a korongot a GHK. Szilvesztre! Gól! Sebastian Szilvesztre hova lőtte fel? 2-0! Érdemes majd figyelni a mozdulatot, amivel megcsinálta magának a lövőhelyzetet. Ezt nagyon okosan kijátszhatja a Gyergyó. Gól! Valószínűleg a 7 gólját láttuk. Vince Péter! Bodó adja Vincének. Vissza Bodónak. Megint Vince a korongútja. És ez a mozdulat. Nem lehet majd elégszer visszanézni. 3-0. Szilvesztre tette tovább. Vince, megint Szilvesztre. Haranen. Szilvesztre mérje a távolságot. Így, kicsit erős volt az Haranennek. Gól! Megint jól pattam meg a kapu előtt, és ha jól látom, megint Vincén. Ez a házi specialitás, hogy Vince Peti beleszúr. 4-0. Azért nem fognak kiállítást adni, marad viszont a Ferencvárosnál, ez pedig nagy helyzet. Gól. Szépít a Fradi. Aztán Vince Gergő. Nem Vince Gergő, Imre Patrik. Csapkodott ott össze egy kicsit a vendégekkel. Itt van a lényeg. Gyergyói Hockey Club FTC Telekom 4-1. Faragott egy gólt a hátrányából a Ferencváros.